Üdvözlök ismételten mindenkit, itt is látható, hogy mit is csinálok. Itt az előző videókban sétálok. És hogy itt most én sétálok. Kint vagyok a természetben, nézek a távolba, ezzel edzem a szemeimet. Annyira fájnak a szemeim, de egy héten, szinte ezen a héten távoktatás véget, meg más miatt, ilyen feladatok véget. Egész végig néztem a monitort, olyan egy másodfolyton a 3-4 óra hosszát, és fájnak. És nagyon fáj most a szemem, távolra nézek. Nem kell arra nézni, távolra. Lehet menni. Hogy mi is van itt? Látszatok egy főutat, amin járkálok. Látható volt a távolban NIS Gazpromja. Tavóban látszik valaki. Mi van? Jó hallom, hogy fog jönni egy vonat. Én is nézem. Fényezve, csak beállok a fát, tol, hogy jobb kép lehessen, legyenek az útban a fák. Erdőrész, van fás. Nem tudnák. Itt 2016-ban dupla vasút sínt láttok, ami teljesen el van, be van kerítve.
érdekes. Honnan jött? Akkor itt zöldet világított. Még máskor is zöldet világított a másik felén is. De tehervonat mindig nem jött. Úgy néz ki, hogy nem jött még a tervonat. Kíváncsi lettem volna rá, hogy milyen vagon a túz. Amit láttam, az külföldi volt, távolból. Nem, szerbiai. Itt lehet látni most ezt a tájat. Hanem a vonatot. Vagy ez nem is vonat, hanem egy kamion. Szerintem vonat fog lenni. Sok mi nem ért ide. Távolból lehet hallani. Hosszú fog lenni. Addig meg te ezt a videót befejezem. Tovább. Mi is az értelme ennek? Sajnálok. Akkor lenne értelme, hogyha futnák legalább olyan 30 percet vagy 50-et, egy óra hosszát. Ez csak egy gyönge. Mozgás. Fölmászok. Jó, jön a vonat. Látom távolból nem hozzányi, hanem külföldi fog lenni. Azt várom majd meg. Köszönöm a figyelmeteket. Szevasztok.